Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget az akadémiának, hogy ma előadhatok nektek. Trunics kollégám reggel kiváló előadásokat tartott. Elsősorban a védekezésről volt szó a délelőtt folyamán, U16 és U18 korosztályban. Ha gyorsan be tudnának melegíteni a srácok, az szuper lenne. Nem szeretnék ma sokat beszélni általános filozófiáról. Szeretném inkább a gyakorlatokon keresztül bemutatni, hogy melyek azok a részletek, amelyek a legfontosabbak számomra, és amelyek nélkülözhetetlenek a játékosok fejlődésében. Elsősorban az első egy órában a védekezéssel és a passzolással fogunk foglalkozni olyan gyakorlatok keretében, amelyek egybe foglalják mind a kettőt. A másfél órás előadás pedig elsősorban a tempódobásnak a módszertanáról fog szólni. Amikor tempódobásról beszélünk, tudunk a belső posztron játékosoknak a tempódobásáról beszélni, amikor szemben vannak a gyűrűvel. Amikor a játékos saját magának teremt dobóhelyzetet. Illetve amikor elzárás használata után. Elsősorban azért választottam a tempódobást a leütés utáni verziójának az oktatását a mai napra, mert úgy érzem, hogy Európa egy picit veszélyben van ennek kapcsán. A Európa és az NBA az egy nagy kosárlabda család egyben. De ez idő előtt még soha nem fordult elő az, hogy a legjobb európai játékosok szezon közben hagyják itt Európát és mennek át a tengeren túlra játszani. A probléma az, hogy ezeknek az európai játékosoknak a kivásárlási ára nem elég magas. Azok az akadémiák, azok az edzők nem kapnak elég profitot abból, hogy ezeket a játékosokat tovább értékesítik Amerikába. És ez valahol az európai kosárlabdát károsítja. És sajnos az elmúlt 20 évben nem fejlesztettük eléggé a játékosokat, és nem tudnak saját maguknak helyzetet teremteni. Ennek 5 oka van. Az elsődleges probléma értelemszerűen a módszertan, a labdavezetési készségek és a lábmunka. A második nagy probléma az, hogy egy picit megszállottá váltunk a labdás 2-2-nek a használata kapcsán.
És sok U16-os csapat leszeretné másolni az Euróligás és az NBA csapatoknak a támadó rendszerét. Semmi problémám nincs a labdás 2-2-kkel. De ha csak ez az egyetlen taktikai megoldás van a repertoárunkban, az probléma. Kontraproduktívvá válik a 2-2 oktatása, hiszen a játékosok nem tanulják meg, hogy hogyan kell saját maguknak dobóhelyzetet teremteni. Nagyon kevés olyan európai játékos volt az Euroliga Final Four során, aki saját magának egy step back tempót például meg tud csinálni. Az Európa Kupa porondon pedig még ennél is kevesebb. És ahogy megyünk lefele a bajnokságokban, ez a szám ez csak csökken. Azt gondolom, hogy a módszertan és az oktatás az elsődleges probléma. A másik nagy probléma az, hogy a piac meghatározza a csapatunkat, és a hazai játékosok egy alárendelt szerepkörben vannak. Nem fogják egy U18-as hazai játékosnak a kezébe adni a labdát, hogy dobja be ő a game winnert. Mint annak idején, amikor Doncic Real Madridban játszott, odaadták neki a labdát, és látjuk is ennek az eredményét. Ne értsetek félre, semmi problémám nincs a labdás 2-2-kkel, de U16-os korosztály alatt a 1-1 megoldásokra kell a hangsúlyt helyezni. Ha betartjuk a fokozatosságot és a progresszív edzésnek az alapelveit, és emellett nagyon fontos, hogy a kreativitást ne vegyük el a fiataloktól. Ha 40 percig csak pick and rollból bontunk, akkor mi lesz az eredménye? Valószínűleg minden csapatban van két játékos, aki ügyes a labdával, jól vezet labdát. A 2-2-ből be fog törni. Vagy betör és kiosztás után támadják meg a closeout lábmunkát. Vagy meg háromszögelik a rollment, és ő kapja a labdát. Vagy pedig a kiosztás után, extra passz után van belőle tripla. Ha csak ezeket gyakoroljuk edzésen, abból nem lesz a mérkőzésen egy-egy szituációból helyzet. Nem szabad elhanyagolni ezeknek a képességeknek a fejlesztését. Még inkább labdás nyomás ellen. Ez egy pici rövid bemutatás annak, hogy miről lesz ma szó. És én is szeretnék tőletek visszajelzést kapni, hogy milyen a magyar helyzet ennek kapcsán. Hogyha őszinte szeretnék lenni, szerintem nem túl fényes a jövő jelen pillanatban. A játékosok fejlesztéséről van szó, és hogy lehet komplett játékost kinevelni. Ahogyan amerikai kollégáimtól hallom, nem boldogok attól, ahogyan az alsó poszton és a magas poszton játszó játékosoknak a fejlesztésével foglalkoznak.
hogy lehet az, hogy a legjobb 20 centerből Amerikába 18 európai. Minden kosárlabda kultúrának megvannak a saját problémái, a saját hibái, ezért én szeretnék ma a saját hibáinkon dolgozni és foglalkozni vele. Nem szeretnék most az általános filozófiámról beszélni, nem szeretném ezzel a fiatal csapattal most inkább az alap, egyszerű technikai elemeken keresztül bemutatni a gyakorlatokat. Ezek azok a gyakorlatok, amiket szívesen használtam, amikor az Európa Kupa porondon, vagy akár Euróliga másodedző voltam. És szeretném kiemelni azokat a részleteket, amelyekre a legnagyobb hangsúlyt fektetem. És fontos, hogy az intenzitást adaptálni tudjuk erre a fiatal csapatra. És bízunk abban, hogy mindenki talál számára egy érdekes, vagy talán egy kevésbé érdekes dolgot, ami újdonság számára. Mindenki arról beszél U16-ba és U18-ba, hogy mérkőzés tempóval kell csinálni a gyakorlatokat. Szerintem jobb, hogyha ezeket a kifejezéseket meghagyjuk az 18 évnél idősebb korosztályra. 16, U16-os korosztályban jobb, ha egy picit lassabban csináljuk, de az precízebb. Szeretnék az egyéni védekezés technikájával foglalkozni most. Amit nem lehet úgy elkezdeni oktatni, hogy egyből mérkőzés sebességgel követeljük meg a gyakorlatokat. Mert vagy megsérülnek, hogyha nem elég koordináltak a játékosok, vagy pedig rossz dolgok fognak beidegződni a játékosoknál. Rossz technikával. Narancs. Támadó oldal. Hárman gyertek ide is, légy szíves. Egy labdás. Gyűrű alá gyere, légy szíves. Harminc másodpercig fogsz dolgozni. Harminc másodperc után forgunk. Általában ezzel kezdjük a gyakorlást, bemelegítés gyanánt. Egy leütés után legyen sebességváltás. Az első leütést legyen lassú, aztán elforgatod a csípődet. Az oldalazó védekező lábmunkánál kell elfordítani a csípődet, és transferálni ezt sprintbe. És hogyha megállt, akkor oda kell sprintelned a labdás elzáráshoz. A védekező lábunk után sprint, majd megállunk. Figyeljen mindenki, mert mindenki lesz majd itt.
amikor jön a labdás elzárás, újra elfordítom a csípőmet, és elmegyek az elzárás alatt. Wrist screen van, és a másodiknál viszont töröm az zárást. 30 másodpercig csináljuk folyamatosan. ...80%-os intenzitással. A technikája annak, hogy hogyan tudunk átcsúszni a blokk alatt. A könyökünkkel érintsük meg a csípőjét a labdásnak. Ha van akinek ez az elsődleges pick and roll védekezés, hogy a labdázárás alatt megy, nem számít. Muszáj megtanítanunk nekik, hogy a megfelelő módon menjenek át a zárások alatt. Ez nem a megfelelő módja. Ez balett. El kell fordítani a csípőnket, és azonnal szembe kerülök a támadóval. Amikor jön az újabb elzárás, szintén forgatom a csípőmet, megváltoztatom az alapállásomat, és töröm a blokkot. Azt szeretném látni, hogy mobil a csípő, és azt, hogy a lábmunka ott van, és hogy hogyan változtatjuk az alapállásunkat, hogyan forgatjuk a csípőnket. Miután megérintette a palánkot, magas kisegítés, éles kisegítés után visszafut úgy, hogy a keze a feje fölött van, és aztán újra megérinti a palánkot, ameddig le nem telik a 30 másodperc. Mindenki a saját pick and roll védekezőt csinálhatja. Ha valaki vált, akkor lehet a váltást gyakorolni. A lényeg az, hogy bele kell sprintelni. Megtörténik a hedge. Maradjunk mélyen. A súlypontunk legyen mélyen. 30 másodperc. Két leütés után dolgozunk a passzokon. És utána fej fölötti kétkezes passzal passzoljunk olyan pontosan és olyan erősen, amilyen erősen csak tudunk. Képzeld el, hogy elzárást adok. Te védesz engem. Ki kell lépned, a kezeddel meg kell támadnod a labdát. Különböztessük meg a blitzet és a hard hedge-et. A blitznél egyet lépek csak ki, a hard hedge-nél kettőt vagy hármat. Tehát támadom a kezemmel a labdát. Mélyen maradok, és abból jövök vissza. 30 másodperc. Mehet. Gyorsabban menjünk vissza. Forogjunk el. Már is láttunk egy problémát, hogy nem volt elég gyors a visszarendeződés és a visszafutás.
bármilyen védekezésről is van szó, a gyenge oldali besegítésnek gyorsnak kell lennie, de a recovery-nek még gyorsabbnak. Azonnal nyomjuk el a talajt, toljuk el magunkat és fussunk vissza. Próbáljunk meg minél kevesebb átütést csinálni a tranzíciónál. Forgassuk el a csípőnket, és sprinteljünk el a blokk alatt. Egész nyugodtan rá lehet ütni a hátul a térdére. Nem minden alkalommal, de néha bejön. Nincs annyira sok időnk, ezért most ezekkel tudunk bemelegíteni. Egyébként általában kommunikációs feladatokkal szoktam melegíteni. Fontos, hogy a kommunikáció mindig legyen ott. Az a játékos, aki passzív most a gyakorlatban, szeretném, hogyha ugyanúgy kiabálna és figyelmeztetni a társát, hogy jön a zárás. Ha zárás alatt mész, szeretném, hogyha mondanád, hogy alatta mész. Ha töröd a zárás, szintén szeretném, hogyha beszélnétek, ha kapcsolatban maradnátok folyamatosan a társaitokkal a gyakorlat alatt. 15 másodperc. Fókuszáljunk most erre a csoportra. Nézzük őket, és nézzük meg, hogy a 66-os játékos mit tudna egy picit jobban csinálni. Várj egy picit, amíg odaér, ne menjen túl korán a zárás. Újra. Két lassú leütés, és aztán váltsál ritmust. Mit kéne csinálnia? Elő van a súlypontja, akkor jó az egyensúlya. Nincs rá szükség. Bízz a lábaidban. Nem kell rádölnöd. Bízz a combjaidba, és folyamatosan próbálj kézzel dolgozni. Nem kell őt ellökni, csak sprintelsz, és újra szembe vagy vele. Még egyszer. Próbálj meg a labdás és a gyűrű között maradni. Nem kell őt ellökni. És amikor jön a riskrin, akkor fordítsd el a csípődet. Bármilyen pick and roll védekezésről is legyen szó, soha nem adunk több lehetőséget a labdásnak, mindig egy lehetőséget adunk neki. Gyorsabbnak kell nála lenned. Ahhoz, hogy előtte tudj maradni, sprintelned fog kelleni.
egy picit jobb volt. Még egyszer, még egy kör. 30 másodperc mehet. Ez csak egy példa volt arra, hogy hogyan tudunk az edzés elején bemelegítő feladatokkal, ezeknél a pick and roll védekezésekről és a recovery védekezésről a legfontosabb dolgokat átbeszélni, átgyakorolni. Ketten támadtok, ketten védekeztek. Folyamatosan beszédet kérek, folyamatosan kommunikáljunk. Ha a belső játékos nem jelzi azt, hogy ő van bent a festékben, és nem kommunikál, minden alkalommal meg kell állítanunk az edzést. Próbáljuk meg kialakítani a kommunikációt a csapaton belül. Ha két játékos helyet cserél, és a másik játékos van lent, akkor jeleznie kell ezt a többieknek. Ha rájutunk a labdára, akkor 45 fokból megtörténik a belépés. Ne engedjük, hogy belépjen, bámpoljuk le, és kísérjük be a gyűrű alá. Az első belépés után megkapja a labdát, leforgatja a sarokba. Ha a sarokba close-outolunk, így nem engedjük azt, hogy befele jöjjön a labdás. Egy leütése lesz a támadónak, és szeretném azt látni, hogy utána mellkassal fogadod a labdást. Ütközd le. Ez mindenkinek egyéni technika, hogy hogy close out-ol ki, mennyire gyors az a játékos, akire kimentünk. És az utolsó passz előtt, amikor azt megkaptuk, utána egy-egyel fejezzük be a gyakorlatot. És számoljunk vissza 5 másodperctől. Minden alkalommal, amikor a sarokba megtörténik a close-out, akkor azok a játékosok, akik passzívak, folyamatosan kiabálják, hogy close-out, close-out, close-out. Mindenkit szeretnénk bevonni a gyakorlatba.
nem lehet úgy passzolni, hogy ki van nyújtva a térdünk. Ha én vagyok az a játékos, akinek át kell forgatnia a labdát egyik oldalról a másikra, ennek nagyon gyorsan kell megtörténnie. Sokkal gyorsabban forgassuk át a labdát. Azonnal menjen a labda. Muszáj őket rávennünk arra, hogy ne féljenek attól, hogy használják a hangjukat. Most jelenleg a fiatalok, a lányok és a fiúk is nem beszélnek, inkább csak írnak egymásnak, és ott fejezik ki az érzéseiket, de nem szavakban. Úgyhogy biztassuk őket arra, hogy használják a hangjukat. Ez egy nagy probléma. Szemtől szembe nem mondjuk meg a másiknak a véleményünket. Meg kell tanítanunk őket, hogy nem szabad félni attól, hogy használják a hangjukat, és hogy őszinték legyenek. Ez segíteni fogja őket a fejlődésükben. Legyél hangos és büszke. Félsz? Még egy részlet. 20 évvel ezelőtt azt mondták nekem, hogy ez a jó az alapállás. Abban hiszek, hogy folyamatosan aktívnak kell lenni a lábaknak. Nem csak én, hanem sokan mások is. Folyamatosan legyél készen, a kezeid folyamatosan legyenek fönt. Teljesen más játékos vagy így, hogy kinyújtottad a kezeidet. Ez nem te vagy. Táncolj! Következő. Hozzá tudunk adni egész pályás gyakorlatot is, vagy részt. Általában kétszer-háromszor ismételjük meg oldalanként. Ha befejezték, 7 másodperce van a narancs csapatnak, hogy átjön a túlsó oldalra és befejezze. Te vagy most lent. Mind a kettőjüket látnod kell a perifériádból. Háromszögbe kell figyelned, folyamatosan látnod kell a labdást is, és a saját emberedet is. Csak azután lépjél be, miután lepasszoltad a labdát. Fontos, hogy hívjuk be ezeket a close-outokat, amikor kimegyünk a sarokba.
fontos az, hogy amikor a close-out után leütközzük a támadót, akkor nyissuk a mellkasunkat. Ne félj! Bátran ütközd le mellkassal. Ne félj attól, hogy kinyisd a mellkasodat, és azzal fogadd a támadót. ...80-90 alkalommal látunk close-out lábmunkát egy negyed alatt egy mérkőzésen. Attól függően, hogy melyik ligát nézzük. Adria ligában, Romániában egy picit kevesebb labdabirtoklás van. De minden labdabirtoklás során legalább 3-4 close-out lábmunkát látunk. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a lábmunkák a helyén legyenek. Transferálnunk kell a close-out lábmunkát az oldalirányú mozgásba. Ne nyisd ki a csípődet. Oldalirányba kell mozognunk, ne nyissunk szöget a támadónak. Folyamatosan beszélj és folyamatosan mozogj. Tudasd a társadat, hogy te vagy lent. Hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy. Miért álltatok meg? Ha megvan a labda, egyből menj. Menjünk át a másik oldalra. Néztem az U18-as horvát döntőt. Éppen ráértem, hamar befejeződött a szezonom. Láttam egy csapatot, nem szeretném megmondani, hogy melyiket. Nulla alkalommal próbáltak gyorsintásból gólt szerezni. Bárki is kapta meg a lepattanót, szerezte meg a védőlepattanót. Azonnal ránéztek az edzőjükre. Az edző volt az, aki a főnöknek érezte magát, és ő hívott be minden playt. Annyira fontosnak érezte magát. Hét-nyolc leütés volt minden alkalommal, mielőtt támadást indítottak volna. Bármilyen szintről is beszélünk, nem ilyen kosárlabdát szeretnénk játszani. Ezáltal, hogy 7 másodperces limitet adunk nekik, így rá lesznek kényszerülve arra, hogy fussanak. Akár leütéssel, akár passzal. Két passz távolságra vagy. Beszélj! Így nem tudsz a passzsávokban mozogni, hogyha a kezed a zsebedben van. Használd a kezedet. Ez egy elég rizikós passz. Ha lent van a kezed,
tisztán látja a passzsávot, viszont ha beledugod a kezedet a passzsába, kétszer is meggondolja, hogy odaadja a labdát. Menjünk a következő gyakorlatra. Három játékosra van szükség. Három védő. Fekete legyen a védőcsapat, és a narancs legyen a támadó. Minden alkalommal, hogyha handoffot látok, vagy elzárást, kiabáljatok. Ezt hívom a Dallas gyakorlatnak. Két handoffal fogjuk kezdeni a gyakorlatot, mielőtt elkezdenénk a lényegi részét. Két handoff elég lesz. A második handoff után. Nem váltunk semmelyik handoffnál. A labdás védőnek az a dolga, hogy kiabálja, hogy handoff átadás lesz, és menjen el közte. Nem hagyunk neki két választási lehetőséget. Újra handoff átadás. Hagyd neki egy kis helyet, és menj el közte. A második handoff után le kell futnod. Ezután van egy cross screen, abból lép át a játékos, és innentől kezdve szabad játék van. Két handoff után cross screen. Az elején arról van szó inkább csak, hogy arra vegyük rá a játékosokat, hogy folyamatosan beszéljenek. A másik részében pedig az, hogy a taktikai repertoárt hogyan tudjuk fejleszteni. Az U16-os korosztály alatt a 2-2-3-3-4-4 szituációknak kell előtérbe kerülnie az 5-5-tel szemben. Egy nagyon egyszerű ok miatt, az ismétlés szám miatt. Ha handoff van, mindenki kiabál és mondja. Hogyha gyenge oldalon maradsz, akkor folyamatosan tudatnod kell a társaiddal, hogy te vagy a gyenge oldalon, és ezt kiabáld is. Lépj egy picit hátra, hogy legyen helye. Készülj fel rá, vidd egy picit le, és aztán gyere, ritmust váltva. Cross-screen.
nem számít, hogy milyen filozófiával rendelkezünk. Engedett, hogy az alaponalnál menjen el, vagy nem. Az én tapasztalataim alapján nem szeretem, hogyha az alaponal felé mennek át. Ki az, aki adja az zárást, és ki az, aki fogadja. Nagyon fontos, hogy ha nem engedem az alapvonal felé menni, akkor így kell beállnom. Nem engedem, hogy az alapvonal felé menjem. Magas szinten már egy bump is kell hozzá, hogyha nagyon erős az elzárást adó játékos. Hogyha az alapvonal felé megy, akkor nagyon mélyen történik meg a bump, és a fellépő üresen lesz. És ezeknél a flex actionöknél, amikor az elzárást adó játékos utána kap egy elzárást, sokszor ebből fellépnek és dobóhelyzet van. Pont fordítva. Még egyszer. U16-os korosztályról beszélünk. Nem az számít, hogy ki mezőny, vagy ki magas poszt, tudniuk kell elzárást adni és fogadni. Alatta mentél, vagy közte? Menj közte. Hátra kell lépni, és kell hagyni egy kis helyet hozzá. Még egyszer ugyanezekkel a csapatokkal, csak cseréljetek helyet. Bárkinek bármi ötlet? Mert engedheted, hogy az alapvonal felé menjem. Állítsuk meg az alapvonali befutást. Újra. Csak a keresztelzárástól. Nem történt meg a zárás. Vagy félsz a kontaktól, vagy nem volt rendesen előkészítve az elzárás. Fújt ki a levegőt, amikor az elzárást adod, mint egy boxoló. Ne adj neki két lehetőséget. Abban a pillanatban, amikor jön az elzárójátékos, te megtámadod a labda nélküli támadónak a testét, közel vagy hozzá. Újra. Mit tudna a 66-os játékos egy picit jobban csinálni? Ha engedem, hogy elzárást adjon, és nem vagyok eléggé aktív,
Azzal nem segítek a társamnak. Ha tudom azt, hogy elzárást fog adni, akkor már előtte lebámpolom és lököm ki. Ne hagyd, hogy könnyen adja meg az árást. Több mellkas és kevesebb karmunka. Csináljuk meg még egyszer az elejéről. Hogyha bekerült a labda alsó posztra, vagy a dobóhoz, onnantól kezdve 5 másodpercünk van. És utána 7 másodpercünk van átérni a túloldalra. Menjünk el közte. Használjuk a fejünket. Ez egy koncentrációs feladat. Oda kell figyelni. Ezért van benne a két handoff, hogy kommunikáljanak és koncentráljanak. Gyertek egy picit hátrébb. Fekete csapat ki, narancs marad. Tudom, hogy már csináltuk a gyakorlatot, de még egy pillanatot várjatok, légy szíves. Készítsd elő a handoffot. Most nem cross-screen-t adunk, hanem egy pin-down-t. A kezükön tegyük bele a passába. Ezek a részletei a labda nélküli elzárásoknak a védésével. Az a játékos, aki az elzáró játékost védi, kartávolságra legyen tőle, átlósan legyenek a lábai, és a külső kezé legyen benne a passába, tenyerét fordítsa ki. És előre nézzem. Nem a labdára koncentrálok, és nem a labda nélkülire. Hogy szeretnénk a fiataloktól, hogy védjék ezeket az elzárásokat. Ilyenkor tulajdonképpen rájuk tapadunk és a hátuk mögött futunk olyan szorosan, amilyen szorosan csak lehet. Azért kell a kartávolság, mert második opcióként el tudok menni az elzáró játékos és az elzáró játékost védő játékos között. Ez a rajtatok múlik, hogy melyiket használjátok. De bármelyiket is választjátok a csapatotok számára. Ne változtassátok meg karácsonykor U16-U18-os korosztályban, maradjatok következetesek ennek kapcsán.
mert fejlődni fognak benne, csak fontos, hogy ne változtassuk ezt folyamatosan. Két handoff után most legyen meg a pin down-os verzió. Miután megkapta a labdát, 5 másodperce van befejezni. Későn ment a passz. Az időzítése a passzoknak nagyon fontos. Készítsd elő, hogy jó legyen a passzolási szög. Cselezz a passz előtt. Ha a bal kezedben van a labda, és jobbra szeretnél passzolni, akkor lehet egy leforgás, fél leforgás csinálni, és utána passzolni jobb kézzel. Az időzítése a passznak kulcsfontosságú. Még egyszer. Készítsük elő a handoff átadásokat. Mennyi időnk van még? 'Szerettem volna néhány egyszerű gyakorlat kapcsán bemutatni nektek ezeket a védekezési dolgokat. Hogyan tudjuk ezeket az alapelveket folyamatosan fejleszteni a csapatunknál? A szünet után pedig a tempódobásról lesz szó.